Advent első vasárnapján a gyertyagyújtást és az ünnepi műsort követően írták alá a három országot érintő testvérvárosi megállapodást. Vásárosnömény és Beregszász, valamint Nagykapos polgármesterei a települések fejlődését és a közös pályázati lehetőségeket várják az együttműködéstől. Hosszú időt telt már el, és a városlakók jelentős része úgy tudta, mint ahogy én is, hogy testvérvárosi kapcsolatban vagyunk. Igen ám, de amikor a dokumentumokat kerestük, most ezt nem találtuk. Épp ezért egy meglévő, illetve két meglévő élő kapcsolatot szeretnénk most papíron is rögzítve olyan formába foglalni, amely a jövőben mindenképpen előremutat, és a három település közös kulturális sport életét, művészeti tevékenységét és minden olyan dolgot közösen megvalósítva előrevisz, ami gyakorlatilag eddig is megvolt, de ezután papíron is meg lesz. Vásárosnömény és Nagykapos a korábbi években főként az oktatás és a sport területén szervezett közös programokat. Évente többször is találkoztak a határ mindkét oldalán. A mai nap ünnepélyi nap számunkra, Nagykaposra számára, ez természetesen Vásárosnömény számára is. A nagykaposi delegáció egy partnervárosi egyeztetést fog aláírni, amely során bízunk benne, hogy az együttműködés, amely több éve már működik a két városok között, sokkal szorosabb lesz, és sokkal több lehetőség is lesz a településeknek. Beregszász polgármestere az ünnepélyes aláírás alkalmával elmondta, 2015-ben is több alkalommal kaptak segítséget az anyaországból. Vásárosnömény kétszer küldött anyagi támogatást, amit az oktatás fejlesztésére tudtak fordítani. A városok között mindig volt valami olyan kapcsolat, ami kisebb vagy nagyobb formájában eredményessé mondható, de ezen szintű együttműködés nem született még. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy önkormányzatok közötti keretszerződés, ami lehetőséget ad arra, hogy az elkövetkezendőkben közös pályázatokon tudjunk részt venni, és ezzel Vásárosnömény infrastruktúráját is, és Beregszász infrastruktúráját is tudjuk valamilyen formában korszerűsíteni. A polgármester hozzátette, Vásárosnömény és Beregszász között 2016-ra az elsődleges cél egy olyan program kidolgozása, aminek keretében a magyarországi és az ukrajnai tanulók egymás városába látogathatnak.